Sziasztok, Alex vagyok, a Gigavirág szerencse csatornáról. Itt vagyok egy újabb videóban, és hoztam nektek három darab nyomkövető sorsdíjat, illetve kettő darab kis meglepetést, és most ezeket fogjuk megnézni, hogy milyen nyereményeket tartogat számunkra. Gyertek és tartsatok velünk! Ha már akkor kis meglepetés, akkor kezdjük a végén a soroknak. Nézzük, hogy milyen nyereményt tartogat számunkra, ugye végig kell érni a nyilaknak. Az első sorban nyíl, és már is stoppot adott, az első sor az nem jó. Nézzük a másodikat, nyillal kezd, nyillal is folytatódik, a harmadik nyíl is megvan, a negyedik is, nagyon az ötödik, nézzük, és igen, nyerő a sorsjegy, szuper! Már egy nyereményünk van, nézzük, hogy mennyi a nyeremény. Ez egy 500 forintos sorsjegy, és a nyereményünk már egy 500-est vissza is adott, de még van hátra játék. Nézzük a következő sort. Itt is nyillal kezd, de sajnos másodjára adta a stoppot, nem ért végig. Nézzük a következőt. Nyíl, nyíl, és harmadjára adta a stoppot, nem jó. Nézzük az utolsó előtti sort, nyíl, nyíl, a harmadik nyíl is megvan, és negyedjére beadja a stoppot. Már csak egyes érünk van az első játékon, nézzük, hogy bejön-e. Nyíl, nyíl, és stoppot adott. De ideig 500 forint van a sorsjegyem, nézzük, hogy lesz-e három egyforma össze. Van egy 2000-es, 800-as, 25 milliós, 800-as, 500-as, és 50 000-es, nem lett sajnos három egyformán. Nézzük, hogy a szorzót, hogy lesz-e kétszeres, de sajnos a szorzónk az egyszeres, de ezzel a sorsjeggyel 500 forintot nyertünk, és a T betűk tartoznak hozzá. Akkor most nézzük a 0-29-es 500 fontos nyomkövetőt. Ez a kettes pakból való. Nézzük, hogy lesz-e három egyforma összeg, illetve három egyforma szimbólum az első játékon. Bakancsal kezdünk. Fényképezőgép. Nagyító. Egy 500-as. Pénzköteg. Szemüveg, egy 6000-es, jegyzet, ideig nincs két egyformánk sem, egy 10000-es, 6000-es, abból már kettő van, nézzük, hogy jön-e a harmadik, fényképezőgépből is kettő van, ez egy 1000-es. Szemüvegből is kettő van, nézzük, hogy melyik fog bejönni. De sajnos pénzköteget adott, mindenből kettő, nem lett három. Nézzük, hogy lesz-e számegyezésünk. A nyerő számunk a 14-es, a mi számaink a 26-os, 22-es, 11-es és 28-as, sajnos nem lett számegyezésünk. A betűink pedig egy U betű, és egy F betű különböznek sajnos. Következik most egy újabb kis meglepetés, ami reméljük, hogy nagy meglepetést fog okozni a végén. Nézzük, hogy a 0-30-as kis meglepetés milyen nyereményt tartogat számunkra. Kezdjük az első játékon. Az első sort nyillal kezdjük, de sajnos másodjára beadta a stoppot. Ez nem jó. Nézzük a második sort. Nyíl, és ide is stoppot adott. Nézzük a harmadik sort. Nyíl,
és másodjára ismét beadta a stoppot. Nem jó, nézzük a negyedik sort, és rögtön stoppal kezd, hát ez nagyon durva, és ide is stoppot adott, és az utolsó, és ide is. Hát sajnos az első játék az nem lett valami túl sikeres. Nézzük, hogy lesz-e 3-1 forma összeg. 800-as, 3000-es, 1 milliós, ugye 3-1 forma összeget kell találni. 800-as, 10.000-es, és 3000-es, sajnos nem lett 3-1 forma összegünk. A szorzó pedig egy egyszeres, de sajnos ezzel a sorsjeggyel nem sikerült nyereményt elérni. A betűink pedig egy W, és egy S különböznek sajnos. Lássuk, hogy betipeg a nyomkövetőnk, ez egy 034-es és a 8-as pakból való. Nézzük, hogy szerencsét hoz-e nekünk. Keressünk 3-1 forma szimbólumot, illetve 3-1 forma összeget. Bakancs, pénztárca, jegyzet, ideig mindegyik különböző, egy 16.000-es, bakancs, abból már kettő van, nézzük, hogy jön a harmadik, szemüveg, 2000-es, jegyzet, abból is kettő van, 20.000-es, 16.000-esből is kettő van, nézzük, hogy melyik fog bejönni. Nagyító. Egy 1300-as. Pénztárcából is kettő van. És az utolsó. Pedig egy szemüveg, sajnos nem lett 3-1 forma szimbólumunk, illetve 3-1 forma összeg. Nézzük, hogy lesz-e számegyezésünk. A 13-as a nyerőszám, nézzük, hogy lesz-e ezzel egyező, van egy 20-as, 27-es, 26-os, és 19-es, sajnos nem lett nyerőszámmal egyező szám. A betűnk pedig egy L és egy K betű különböznek. Akkor most nézzük a 037-es nyomkövetőt, hát ha ezzel sikerül valami szépet nyerni, reméljük, hogy ezen lesz valami szép nyeremény. Kávéval kezdünk. Fényképezőgép, jegyzet, egy 5000-es, szemüveg, abból már kettő van, 100.000-es, bakancs, 100.000-es, abból is kettő van, jó lenne, ha jönne a harmadik. Nézzük. Ez egy 1300-as bakancs. Abból is kettő van. 6000-es. Pénztárca. És az utolsó. Pedig egy nagyító, sajnos nem lett 3-1 forma összeg, illetve 3-1 forma szimbólum. Nézzük, hogy lesz a nyerőszámmal egyező szám. Keressük a 12-est. Van egy 17-esünk. 26-os. 19-es. És egy 30-as. Sajnos nem lett nyerőszámmal egyező szám. A betűnk pedig egy B betű, és egy J betű különböznek sajnos. Tehát összegezve a mai videót, 3 darab nyomkövetőt, illetve 2 darab kis meglepetést kapottam, nem? És abból sajnos a nyomkövetők, illetve az egyik kis meglepetés az nem volt nyerő, viszont az utolsó kis meglepetés, a 020-as adott egy 500 forintos alapnyereményt, vagyis így összességében 2500 forintból 500 forint jött vissza. Hát ez
elég kevés, reméljük, hogy a következő videó egy kicsit jobban fog sikerülni. Tartsatok velünk a továbbiakban is, hogy ne maradjatok le a legfrissebb videóinkról. Iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, hogy elsőként értesülhessetek a legfrissebb videóinkról, illetve ezzel tudjátok segíteni a mi munkánkat. Én Alex voltam, a Gigavirág Szerencsi csatornáról. Találkozunk egy újabb videóban. Minden kedves nézőnknek sok szerencsét és szép nyereményeket kívánunk a sorsügyeken. Sziasztok!